Sziasztok srácok! Rég volt videó így a szobában az asztalnál valami unboxing vagy mutogatósdi, úgyhogy itt az idő valami ilyesmire, és a mai videóban igen légszűrőkről lesz szó, a két legfontosabb ez a DNA és a Kánden légszűrő. Persze van még itt pár dolog az asztalom. Az egészet igazából egy sztorival szeretném kezdeni, amikor két éve, igen lassan kettő éve megvan az 500-as CB, és még mielőtt megjött volna, megrendeltem Angliából ezt a K&N, K&N légszűrőt, a tisztító kittel és egy olajszűrővel. És miért akartam én légszűrőt? Valami légszűrőt? Á, biztos jobb hangja lesz tőle, jobban megy, ugye? Miért vannak ezek a, ezek a légszűrők? Rá is van írva, hogy a, a lóerőt és a, a, a gyorsítást ugye növeli. Hogy ezt milyen mértékben, hát szerintem tizedekről, ha nem századokról beszélhetünk, hogy mennyit tud ez rajta dobni. Azonban tudjátok, volt nekem egy 125-ös motorom, és hát egydől a DNA gyártott hozzá légszűrőt, akkor ismertem meg ezt a márkát, azonban ilyen 15 ezer forint körül volt, és nem akartam venni ilyen drágán légszűrőt egy, egy motorhoz, és a Calendent igazából nem is tudom mikor ismertem meg, de már egy ilyen jó pár éve, a NASCAR miatt, meg itt ott, ott, ott ugye láttam ezt a céget, és reklámozták magukat. Hallottam róla, hogy hű, micsoda jó légszűrőket csinálnak meg mindenfélét. Rögtön ezt a márkát néztem az 500-ashoz, meg is rendeltem, és hát nagyjából akkor lett berakva, amikor megérkezett a 200 millis Delkevics ugye a motorra, és úgy nyert hát, kb. egy éve használom. Megjött a Kánden, tisztítókittel, olajszűrővel, ez volt így azt hiszem 30 ezer forint, szóval már akkor kiadtam egy csomó pénzt a motorra, amikor még meg se volt. Azt nem mondom, hogy hű, 40 ezer ló előtt dobott rajta, és 5 másodperccel gyorsabban elérem a, a, százas tempót, de használom ugye a gyári légszűrő helyett. A gyári légszűrő az így nézett ki a, az én hondámhoz. Ugye ez egy sima papírszűrő, nem tudom mennyit ment egy olyan 10.000 kilométer biztos, vagy egy 8.000-et, gondoltam most már azért lecserélem, és ugye akkor raktam be a, a a helyére. Gyorsan megmutatom, hogy ugye nagyjából a, a n hogy néz ki, meg könnyedén el fogom mondani, hogy a, a beszerelésének a menete ez az milyen, aztán majd megmutatom, hogy a, a DNA az hogy zajlott, azonban srácok, tartsatok ki a videó végéig, mert el fogom mondani, hogy hogyan nyerhettek három DNA légszűrőt, úgyhogy igen, lesz egy kis nyereményjátékunk is. Kapunk egy légszűrőt, amit előre beolajoznak nekünk, ugye ez már takarítás után van, majd valamikor meg fogom mutatni, hogy mi a menet egy ilyen légszűrő takarításnak. Ugye előre be van olajozva, és úgy készítik ezeket a légszűrőket, hogy a gyári helyére tökéletesen passzoljon. Ugye ez volt a gyári, hasonló a felfogatása, mint a DNA-nek, de ezt majd meg, meg fogjátok látni. A kn viszont annyiban más, hogy ugye van a légszűrő dobozán egy ilyen lélegzőcső egy ilyen légbeömlő, és ezt arra kell így ráhúzni. És ennyi a felfogatása. Szóval totál egyszerű, és nagyon a helyén van a, a kis knd -lékszűrünk. Kapunk hozzá egy instrukciót, hogy kell beszerelni, egy garanciakártyát, természetesen matricát, mert nem maradhat ki a, a pakból, ugye fel akarod rakni a motorodra, hogy nekem mégiscsak csak van, és egy Másik matricát, ami tök vicces, ezt rá tudod ragasztani a motorra, a légszűrő környékére valahova, és hogyha mondjuk más viszi el helyeted a motort szervízben mondjuk a valamelyik rokonod, vagy a haverod, már éppen ő jött rá, és nem tud róla, hogy mondjuk kándán van bent, akkor ezt meglátja a szervizet, és hoppá, akkor ebben nem fogunk légszűrőt cserélni, mert ezek a légszűrők, ezek takarítás után ismét használható. Megint takarítod, megint használod és igazából élettartam garanciát adnak rá, és azzal villog itt mindegyik gyártó, hogy egy motorhoz vagy egy autóhoz egy légszűrőt kell venned. Koszos lesz, kitakarítod, használod újra. A K&M mondjuk olyan 50 ezer mérföldet ír a dobozra. Hát azért évente nem állt szerintem kitakarítani. Mi is megtettük, a DNA már csak ilyen 15 ezer kilométert, vagy évente nem árt neki, főleg, hogyha ugye van hozzá cuccod. Az olajszűrőt azt nem tudom megmutatni, mivel fent van a motoron, de ezt láthattátok az olajcserés videóban. Hát igen, megvettem 2016-ban és 2018-ban felraktuk, úgyhogy igen, nagyon előre gondolkodtam. A másik doboz, ami itt még van a K&N-hez, az a légszűrő tisztító kit, amiben kapunk egy ilyen tisztító folyadékot, amit spriccelni kell, de a már fel van róla véve, majd valamikor be fogom nektek mutatni. Lényeg a lényeg, hogy itt van ez a kettő kis cucc, ezzel befújod a légszűrőt, vársz vele 10 percet, kimosod, majd az olaj, ez egy piros színű olaj, és ugye ezzel van befújva a légszűrő, ez fogja meg a szennyeződéseket. Ez is kapunk egy instrukciót, hogyan kell takarítani, de majd a későbbiekben ezt be fogom nektek mutatni. Tehát ők voltak így hárman a K&N cuccaim, 30 ezer forintért Angliából, a légszűrő az egyébként Made in USA. Ugye említettem már nektek, hogy a DNA-t, vagy DNA-t már a 125-ös érában megismertem. Ugye ez a görög cég, egyébként a légszűrőt az Görögországban gyártják, ahogy a nekik is a szerviz kitett. Ez a görög cég gyártott egyedül a 125 ösemhez légszűrőt, és azóta így ott volt a fejemben, hogy hú, létezik a cég, és lehet az 500-ashoz csinálnak légszűrőt, és küldtek nekem egy légszűrőt bemutatásra, ami itt volt benne, azonban már a motorban van, de a kérdése is meg fogjátok látni, hogy hogy is kell beszerelni a motorba ezt a légszűrőt. Ez olyan hasonló dobozban érkezik, mint a K&M. Jó nagy dobozban egyébként. Kapunk egy beszerelési útmutatót. Az egy matrica helyett rögtön négy matricát. Fel tudjuk matricázni a motorunkat, hogy nekünk DNA van. Valamint egy, egy garancia levelet hozzá. Ismét nyelvfolyatás jön, és még lesz is, de nagyon rendes volt a cég, és a légszűrő mellé küldött nekem egy szervizkitet is, ugye, amivel tudott takarítani a légszűrőt. Ez annyiban másabb, mint a, a hogy ö, nincs pré, illetve ilyen pumpás dolog, hanem mind a kettő ilyen cuki kis flakomba van. Levágod a tetejüket ollóval, vagy meceollóval, és az oldalán ezt a kis pöcköt így ráhozod. Ugyanúgy van egy tisztító folyadékunk, és egy olaj, most nem tudom, hogy pár kilométer óta van bent a DNA. Majd, hogyha eljön az ideje a tisztításnak, akkor azt is be fogom nektek mutatni ezekkel a szerekkel. Ugyanúgy kapunk hozzá egy instrukciót, hogyan kell takarítani, de ez majd videóban. De mi a különbség a kettő légszűrő között? Ezekről meg majd utána. Amerikai Kánden hatalmas neve van különben a, a témában, illetve a görög DNA. A DNA e, folyamatosan mutogatja a teszteket a légszűrőről, hogy mennyi levegő képes ugye átmenni rajta. Ez a CFM érték, ami a cubic feet per minute, azaz ugye köb láb per perc, mennyi levegő képes áthaladni a, a, szűrőn. De ezt meg is tudom nektek mutatni különben, hogy a, 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 DNA oldalán ugye itt van a légszűrő, és a gyári, azaz itt van ez a kezembe, ennek a légszűrőnek a CFM értéke 54 egész tized. A K&N ugye itt van, 62,5 tehát 10 sincs közöttük, azonban DNA-nek 73 ez, a, ez az értéke, tehát majdnem 10 több, mint a K&N, és nagyjából egy 19 több, mint a gyári. Na, de ugye nagyon cuki volt a DNA, és küldött nekem, meg is lepődtem, benn volt a dobozba 5 darab kulcs ami az egyik már mindjárt megy is fel a motornak a kulcsára, valamint plusz négy matricát. Úgyhogy nagyon cuki ez a cég. Írtam nekik, küldtek nemhogy csak egy légszűrőt, de a szervizkitet is, meg még ilyen apróságokat, ami nem kerül sokba, de nem tudom, ezek nekem tök sokat jelentenek, amikor valaki ilyennel is megajándékoz. Na de nem húznám tovább itt a szót. Nézzétek meg, hogy is kell beszerelni egy ilyen DNA légszűrőt a, az én motoromba, de nagyon könnyű igazából a többi motorba is, mert a gyári felfogatási pontokat használják. Jó szórakozást! na, látjátok, nem, nem, vészes igazából, otthon bárki meg tudja csinálni, miután megjött neki a légszűrő. Viszont említettem a videó elején, hogy lehet nyerni három DNA légszűrőt. Ugye mondtam is, hogy nagyon cuki a cég, meg minden, hogy még tisztítókitet is küldtek, meg kústatott, meg matricát, és még valamit felajánlottak, hogyha ti, az én nézőim, akik végignézhetek ezt a videót, és idáig kibírtátok, belájkoljátok neki a Facebook oldalukat, követitek őket Instán, valamint feliratkoztok a YouTube csatornájukra. Tehát ez a három dolog. Ha ezt megcsináljátok, linkeket találtok hozzá a leírásban, meg le fogom ezt oda még egyszer írni. Tehát, hogy ezt a hármat megcsináljátok, akkor nagyjából egy héten belül kiválasztanak három szerencsést, kapnak a motorjukhoz egy légszűrőt. De még mielőtt különben elkezditek őket lájkolni, meg követni, nézzétek meg az oldalukat, hogy egyáltalán a ti motorotokhoz gyártanak elég nagyon sok motorhoz gyártanak, nagyon sok típushoz gyártanak légszűrőt, de természetesen nem mindegyikhez, nem beszéltünk egy akkora hatalmas cégről, de azért van szerintem kínálatuk. Szóval először is nézzétek meg az oldalukat, majd lájkoljátok, kövessétek, iratkozatok fel, és nyerhetek faszak is légszűrőt a motorotokhoz. Ennyi lett volna a légszűrős videó a, a beszerelésről, majd a későbbiekben itt a tisztításról lesz, hogy hogyan kell mégis ezt csinálni. Tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, Írjátok le véleményeteket kommentben, használtuk e légszűrőt, sportlékszűrőt a motorotokhoz, tapasztaltatok-e bármi változást a motor erejében, a gyorsulásban, stb. És hogy vennétek-e, ha meg nem, akkor miért nem, oszhatok meg velem a véleményeteket erről. Ha még nem tetétek volna, iratkozzatok fel, motoros videókat csinálok, ilyen hasonló dolgokat is, meg motovlogot. Én HH voltam, sziasztok! holly fucking wood Hoop.